Praise the Lord. Welcome. Welcome. Üdvözlök mindenkit a Jézus nevében. Egy csodálatos nap lesz ma, az Úr is kegyelme által. Menjünk egy imába bele, mielőtt még dicsérjük az Urat. Halleluja. Dicséret az rendkívül fontos, hogy be tudjunk menni Istennek a jelenlétébe, és hogyha szereted az Urat, akkor dicsérni is fogod velem együtt az Úr Jézus kegyelme által. Halleluja. Dicsőség neked, Jézus. Jövünk te hozzád, Uram. Uram, köszönjük neked mindazt, amit te tettél értünk, Uram. Köszönjük, hogy meghaltál a kereszten. Jött a véred kifolyt azért, Uram, hogy ma itt összejöhessünk, Uram. Minden, ami történik az életünkben, a te kegyelmed által, a te kegyelmed miatt történik, Uram. Te vagy a királyok királya. Te vagy az uraknak az ura. Te vagy a mi királyunk. A mi főpapunk, te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi kővárunk, te vagy a mi védelmünk, te vagy, Uram, a mi vigaszunk, te vagy a mi reményünk, és téged áldunk és magasztalunk. Köszönjük, Uram, a kiváltságot, hogy ma is jöhetünk te hozzád, Uram, a Jézus nevében, hogy áldjunk téged, hogy magasztaljunk téged, hogy dicsőséget adjunk neked, Uram, a te nevednek, Uram. Kélek, ma is szólj hozzánk, Uram, a Jézus nevében. Ma is töltsd be minket, Uram, a te jelenlétednek a gazdagságával. A te csodálatos jelenlétednek, Uram, a valóságával. Drága Szent Szellem, köszöntünk, Uram, ezen a helyen. A Jézus nevében. És köszöntelek, Úr Jézus, köszöntelek, drága Szent Szellem, minden egyes lakásban, minden egyes családban, minden egyes testvéremnél, Uram, a Jézus nevében. Uram, állunk és magasztalunk. Kélek, taníts minket, hogy hogyan kell dicsérni, hogyan kell imádni, hogyan kell imádkozni. Taníts minket ma, Uram, a te királyságodban, a te gazdagságodban, a Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen. Halleluja. Dicsérni fogjuk az Urat. Remélem, hogy készen vagytok dicsérni az Urat. Halleluja. Szent vagy,
csodáit magasztal, a mi szívünk, mert vagy jó, dicsérjük. Halleluja, dicsőség az Úrnak, halleluja. Köszönöm,
Halleluja! 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 Dicsőség neked, Uram! Mindenkor, Uram! Mert Te vagy az! Te vagy az, Uram! Kinek hálát adunk ma, Uram, a Jézus nevében. Köszönjük neked, Uram! Hála legyen neked, Uram! A Te kegyelmedért, a Te jóságodért, a Te kedvességedért, Uram! Hogy ma is jöhetünk hozzád, Uram! Halleluja! Dicsőség neked, Uram! Még egy dicsőjét szeretném. Halleluja! Hála legyen néked, én jó Istenem, hogy a bűnöm megbocsájtott teljesen. Örül lelkem, hogy Te benned élhetek, küld le hát szent lelkem. Köszönöm a jelet, melyet leküldtél, életemnek sötétjébe fényt vittél. Keskeny úton elindulok Te felé, átnyújtom lelkem, Jézusom. Lánya van, úgy várom, hogy eljössz értem, fölnek és segeknek, Uram. S elviszel engem haza, örökomba, ott leszek vele. Köszönjük neked, Uram, a Jézus nevében. Köszönjük neked, hogy eljöttél értünk, Uram.
Halleluja! Köszönjük neked, Jézus, a te kegyelmed, a te jóságod. Köszönjük, Uram, hála legyen neked, Uram, a Jézus hatalmas nevében. Üdvözlök mindenkit a Jézus hatalmas nevében még egyszer. Halleluja! A keresztény központú, a Krisztus központú, Krisztus egyházában. Pásztor István vagyok, és köszönöm még egyszer a meghívást Pásztor Kun Imrétől, hogy folytassam ezt a tanítás sorozatot. Szellemi harcról beszélünk már 5 hete. Ez lesz az 5. tanítás az Úr kegyelméből, és hiszem, hogy ez a mai tanítás is ennek a folytatása, ennek a tanításnak áldásul fog szolgálni a ti számotokra. Kérlek, hogy menjünk még egyszer egy imában, hogy kérjük az Úrnak a segítségét, hogy ma is szóljon hozzánk. Drága mennyi Atyám, a Jézus nevében, Uram, jövünk te eléd újra ezen a mai napon. Áldva és dicsérve téged. Kérlek, Uram, hogy szólj hozzánk. Szólj hozzánk, Uram, a te kegyelmed által, a Jézus nevében. És hozz, Uram, nekünk a Jézus hatalmas nevében olyan kijelentéseket, és olyan betekintéseket, Uram, a te ígédbe, amely által minden iga megtörik ma, Uram. És minden nehézség lemegy, Uram, a te drága népedről, Uram, a Jézus nevében. Ruházz fel minket, Uram, a te kegyelmeddel, a te igazságoddal, a te jóságoddal, a Jézus nevében. Amen. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Jó az Úr! Tehát elkezdtük 5 hete ezt a csodálatos tanulmányt, a szellemi harcokat. Legelőször most került erre sor, hogy én magyarul erről beszéljek. Eddig angolul beszéltem mindig a gyülekezetben, és tolmácsálta az én testvérem által, Niki által, aki nagyon keményen dolgozik mindig, hogy le legyen fordítva magyarra azt, amit tanítunk az Úr kegyelme által. És most jött az, hogy ez a lehetőség, ugye, hogy, és az Úrnak az akarata is ez, mert mielőtt én megismertem volna Pásztor Kun Imrét és titeket itt ebben a csoportban, és a többi szolgálat testvért is, mi már, az Úr már szólt, hogy legyen egy magyar nap is, és meg is, el is kezdtük ezt hétfőnként, és a mi oldalunkon meg lett osztva, hogy minden hétfőn lesz egy magyar alkalom, ahol csak magyarul fogok beszélni és tanítani az Úr kegyelméből. Tehát ez pont úgy jött az Úr kegyelméből, hogy így alakult, hogy ez lett a magyar alkalom, a vasárnapi alkalom, aminek örülök, mert így a hétfőm az felszabadult most az Úr kegyelméből. Tehát folytassuk tovább ezt a csodálatos tanítást. Nagyon fontos a szellemi harcnak a tanulása, főleg ezekben az utolsó időkben, amikor tudjuk, hogy a Biblia arról ír, hogy az ellenség tudja, hogy kevés ideje van. És így megtesz mindent, megpróbál mindent megtenni azért, hogy azokat is, akik hisznek, azokat is, akik erősek az Úrban, azok is megtántorogjanak. Nem egyszerű dolgokon megy keresztül a Krisztus egyháza, mindenki keresztül megy valamint. Tehát, hogyha most keresztül mész bármin is az életedben, legyen az egy hozzátartozónak az elvesztése, vagy bármilyen más probléma, amin keresztül mész, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Rengeteg sok személy, főleg az egyházban és a világ szerte keresztül megy ezekben a napokban valamin. És hiszem, hogy ez a tanítás is segíteni fog neked ebben, hogy legyen egy jó tudásod, bölcsességed ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Mert meg kell értsük, hogy amióta keresztényekké váltunk, abban a pillanatban beléptünk egy harc zónába, ha lehet így mondani. És igazából ez a harc, vagy ez a küzdelem, ez nem, kicsit igazulnak, ez nem igazán, most azt értsétek meg, hogy mit mondok, oké? Nem igazán mi közöttünk és az ellenség között, sátán között folyik,
hanem az Isten és a sátán között folyik. De mi vagyunk a tárgy ennek. És nem is igazán küzdelem és harc, mert akkor beszélnénk küzdelemről vagy harcról Isten és sátán között, hogyha a sátánnak lenne valamilyen esélye is arra, hogy az Isten legyőzze. Ez soha nem fog persze megtörténni. Az Isten csak a kisujját megmozdítja, és a sátánnak annyi. Elég, ha csak a kisujjából egy picit így megmozdít. Tehát, de ok miatt nem pusztítja el a sátánt, ok miatt nincs még a sátán az ő ítéletnek a helyén. Okay? Megvan neki adva az idő, hogy még ebben a világban pusztítson, olyan raboljon, és hitessen azokat, akiket el tud. De értsétek meg, hogy ez a harc, vagy ez a küzdelem, ami nem is igazán küzdelem még egyszer, hanem ellenszegülés, lázadás a sátántól az Isten ellen, ez az Isten és a sátán között megy. De mivel sátán nem tudja megtámadni közvetlen Istent, mert amikor megpróbálta ezt még a világ teremtése előtt, okay, mielőtt még és hogy az ember teremtése előtt, okay, megpróbálta ezt, amikor ellene szegült, Isten ellen szegült, akkor Isten csak egy picit mutatott meg az ő erejéből és hatalmából neki, ki lett vetve a sátán, és tudjuk, hogy akkor a Jób könyvénél a sátán jön az Istenhez, és elkezdenek ott beszélgetni, Isten felhozza Jóbot, és amikor felhozta ott Jóbot, akkor az az érdekes, hogy ott sátán mindent aszerint cselekedett, amit az Isten mondott. Hogy lett ebből a lázadó sátánból hirtelen egy olyan személy, aki utána elkezdett félni az Istentől, és mindent úgy tette, az Isten mondta. Mivel, amikor ki lett dobva a mennyből, Isten megmutatta neki az ő erejét, hogy figyelj, én teremtettelek téged, ha én a kisujjamat megmozdítom, neked annyi. Tehát ebben a szemléletben azt szeretném ezzel mondani, hogy ami a legfontosabb a szellemi harcban, hogy megértsük, hogy mi nekünk Istennel kell lenni egy csodálatos békességben, Istennel kell legyen egy csodálatos kapcsolatunknak lenni, és amikor az Úr Jézus vére befedez, akkor te teljesen védelem alatt vagy az ellenségnek minden ravasságaival szemben, hogyha az Úr Jézus vére alatt vagy, az ő igéje erősen és tartósan a szívedben van, van kapcsolatod az ő igéjével, Jézussal, Szent Szellemmel, oké? Okay? A szellemi harc itt csak segít neked megérteni, hogy mi miért történik. Okay? Miért vannak emberek fogságba, miért kerülnek emberek fogságba, miért vannak embereknek démonokkal problémáik, miért van keresztényeknek problémáik démonokkal. És erről szól ez a tanítás végül is. Nem arról szól, hogy nekünk most itt harcolgatni kell, meg ellene menni dolgoknak. Megvan ennek a módja, megvan ennek az ideje, amikor a Szent Szellem téged vezet erre. De a legfontosabb, elsődleges dolog az mindig az, halleluja, az mindig az, hogy mi nekünk legyen egy élő kapcsolatunk az Úr Jézussal, és nem is kell annyira igazán összpontosítani ezekre a dolgokra. De a szellemi harcok még egyszer arról szól, hogy megismerjük a Biblia mit ír az ellenségről, mit ír a szellemi harcról, mit ír az Efézeus 6-ban, ahogy olvastuk, hogy nincsen, hogy nem test és vérelem a hadakozásunk. Tehát ott Pál apostol írja, hogy van hadakozásunk ezekkel a szellemiségekkel, főleg, hogyha elég nagy veszélyt okozol a sátán királyságának. Mikor tudsz okozni veszélyt a sátán királyságának? Hogyha szentségben élsz az Istennel, imádkozó életed van, és az Úr Jézussal egy szoros kapcsolatod van. Na, amikor egy ilyen életet élsz, és befolyással is tudsz lenni a te környezetedre, akkor az ellenség meg fog próbálni támadni. Na most legtöbbször közvetlen nem tud megtámadni, mert az Úr Jézus vére befedez téged, és védelem alatt vagy, és hogyha bármilyen hirtelen jövő gondolat vagy érzés is jön, akkor te már fel vagy fegyverezve az Isten igéjével, és azonnal ellene tudsz menni ezeknek a hamis gondolatoknak, érzéseknek, és próbál így családtagokon keresztül például támadni, vagy próbál más embereken keresztül is támadni, vagy próbál olyan szituációkat, vagy olyan körülményeket okozni neked, csapdákat az életedben,
ami által próbált téged megbotlatni. De viszont, hogyha az Úr Jézussal, drága Szent Szellemmel van egy közösséged, akkor a Szent Szellem mindig bejelenti neked a bekövetkezendőket, és akkor megmondja neked, hogy például, na most akarom, hogy imádkozzál ezért a dologért, akarom, hogy így imádkozzál, mert valami jön. És engedelmeskedsz az ő szellemének, elkezdesz úgy imádkozni, például az Ézsaiás 54:17, hogy semmilyen ellenem készült fegyver nem lesz jó szerencsés a Jézus nevében. És elkezdesz így imádkozni, és akkor meglátod, hogy valami történik. Ó, és akkor rájössz, hogy akkor ezért imádkoztam így. Na ezért volt az, hogy az Úrral most töltöttem időt, mert jött valamiféle támadás az ellenségtől, és meg kellett, hogy erősödjek, vagy meg kellett harcolom azt a dolgot szellemben, hogy amikor ez megtörténik a fizikálisban, akkor ne tudjon olyan hatással lenni, mint amilyen hatással akart lenni ez a dolog. Amen. Tehát még egyszer, ez a konfliktus, talán ez jobb magyar szó erre, hogy ez a konfliktus az Isten és a sátán között van. És nem harc, mert még egyszer, harc akkor, hogyha a sátának lenne valamilyen esélye is arra, hogy valamit okozzon Istennek. De nem tud neki semmit okozni, ezért a sátánnak a legközelebbi ellensége, aki által fel tudja bosszantani, vagy meg tudja sérteni Istent, az, hogy az ő teremtését, tehát az embereket, akik az ő képmásra lettek teremtve, támadja közvetlenül meg, hogy azzal valamiféle fájdalmat tudjon okozni az Istennek. Ezért fontos az, hogy mi mindannyian megtérjünk az élő Istenhez, elfogadjuk az evangéliumnak a csodálatos igazságát, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, és mindaz, aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindannyiuk életében a megoldás az mindig természetesen a kereszt, Jézus Krisztusnak az evangéliuma és az ő váltsága, amit szerzett nekünk a kereszten. Okay? De ezt el szeretném mondani a legelején ennek a tanításnak, hogy ezt értsük meg, ez legyen az mi szívünkbe bevésve, hogy mi is az igazság, hogy miről is szól ez. Mielőtt, és erről fogok majd nektek tanítani az Úr kegyelméből, de ezzel óvatos akarok lenni, mivel van elég sok ilyen dolog, ami egy kicsit nehezen megérthető dolgok, de megpróbálom nektek ezeket a dolgokat az Úr kegyelméből egyszerűen átadni. Tehát a sátánnak a bukása, amikor a sátán elbukott, az 1 Mózes 1 és 2 között történt. Okay? Tehát ahol a Biblia, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát az első vers és a második vers között rengeteg sok minden történt. És ezt el fogom nektek magyarázni, hogy miért történt ez. Ezt úgy hívják, hogy rés teória. Teóriának hívják, de viszont rengeteg ige van, ami erre az időre utal, és még a héberben is, és a magyar vagy az angol fordításokban is észre lehet venni ugyanazokat a szavakat használják több más helyen a Biblia. És persze még egyszer ezt a dolgot el fogom nektek magyarázni normálisan az Úr kegyelme által, de értsük meg ezt a fontos dolgot. Amikor a sátán elbukott, okay? Miután a sátán elbukott, akkor ezután történt az, hogy Isten megteremtette az emberiséget. És látjuk utána, hogy a sátán pedig jön, mint egy kígyó, és azonnal megtámadta azt, ami Isten képére lett teremtve. Na most ezt, hogy megértsük, ahhoz az első verséhez kell mennünk a Bibliának, a leges-legelső verséhez, és ezt megvizsgáljuk az Úr Jézus segítség által. Tehát, a Biblia azt mondja itt a magyarban, meg az angolban is, hogy kezdetben teremtette, vagy teremté Isten az eget és a földet. Oké? Okay? Na most ez a héberben úgy hangzik, hogy resi yid bara Elohim et shamayim et eretz. Oké? Okay?
És ami érdekes, hogy a Héberben ez, hogy Isten teremtette az eget és a földet, itt 7 különböző héber szó jelenik meg. 7 különböző héber szó. Vagyis azt jelenti, hogy ugye mert a 7-es az Istennek az egyik csodálatos száma, ami a teljességet jelenti. Tehát amikor a Biblia a 7-es számról beszél, akkor az mindig egy teljességet jelent. Oké? A 7 az a teljesség száma. És itt 7 különböző héber szó mondja el, hogy Isten megteremtette az eget és a földet. Mit jelent ez? Oké? Azt jelenti, hogy itt az első versben Isten megteremtette a világot. Minden meg lett teremtve. Ember még nem lett megteremtve itt. De már létezett a világ mindenség, létezett a föld, oké? És minden meg lett teremtve már itt. Oké? Ezt értsük meg az Úr kegyelme által. Oké? Tehát még egyszer ezt a rés teóriának hívják teológiában, de el fogom nektek magyarázni, hogy ez miért is fontos megismerni ezt a dolgot, jó? Tehát 7 különböző szóból van. Oké? És van egy jó pár ige, ami ezekre az időkre utal. Na most, mert hogyha megnézed például, ezt a dolgot, hogy 7 különböző héber szóból van, ami a tökéletességet jelenti, meg lett minden teremtve. De a második verset megnézed, hogy a föld kietlen és puszta volt. Amikor ezt megvizsgáljuk a héberben, akkor meg fogod látni, hogy a második verse a Bibliának teljesen ellentétben van az első verse. Tehát nem, mint hogyha valami történt volna, valamit kihagy itt a Biblia, valamiről nem ír a Biblia, hanem valami történt. Valami történt. Tehát a föld kietlen és puszta vala, vagy volt. A föld kietlen és puszta volt. Na most itt a héberben ez a volt szó, ami a fontos, hogy föld kietlen és puszta volt. A héber szó, ami itt van, hogy volt, az hayá. A héberben. De viszont a főnév ez, hogy volt, ez azt jelenti amúgy magyarban, hogy létrejött, létrejött, pontosan ez a szó. Tehát, hogy létrejött. Tehát ez a héber szó, amikor lefolyt, hogy hayá, akkor az létrejött. Mert a helyes héber szó arra, hogy volt, vagy vala, a magyarban, az annak ayinnak kéne lenni. De itt nem, az érdekes, hogy itt nem ayin, hanem hayá. Hayá pedig azt jelenti, hogy became, ugye angolul, de ez azt jelenti, hogy létrejött. Tehát amikor ezt olvasod, és elkezded olvasni a második verset, akkor így mondja, hogy a föld pedig kietlen és puszta lett. Föld kietlen és pusztává vált. Tehát így írja a Héber nekünk le. Persze a fordítók más fordításokban másképp mondják, ami egy érdekes dolog. Na most, hogyha megnézzük a többi Héber szót, ami ehhez kapcsolódik például, például itt az, hogy mélység, ahol a Biblia azt írja, hogy mélység. Itt a Héberben az tovumot jelent, tovum. Tovum pedig azt jelenti, hogy abisz vagy pokol. Itt a mélységnek a héber megfelelője az a pokol. Az így egyszerűbb nektek, hogy megértsétek. Halleluja. Fölkérdés puszta lett, sötétség volt a mélység színé, Isten lelke. És még van itt egy másik héber szó is, hogy itt a magyar nem írja érdekes módon, amit az angol ír, hogy formátlan és kietlen, tehát formátlan volt, hanem itt úgy írja a magyar, hogy kietlen és puszta volt. De az angol mondja, hogy formátlan volt, És ennek a megfelelője, ez kérlek szépen a tobu, héberül, tobu, ami azt jelenti, hogy valami, ami
szinte egy ilyen waste and desolation, tehát egy ilyen lerombolt helyé vált. Valami elpusztult, valami nagy dolog történt, valami nagy katasztrófa történt, oké? Azt jelenti az a hely. Tehát amikor ezt elolvasod a héberben, a megfelelő héber megfelelőkkel, akkor ezt fogod olvasni a Mózes 1-2-ben, oké? Tehát a Föld egy kietlen, oké? Egy puszta, üres, kiüresített hely lett, és sötétség volt a vizek felett, sötétség volt a pokol felett, és az Istennek a lelke lebegett a vizek fölött. Tehát itt látjuk, hogy a Mózes 1-2-ben itt lett megteremtve még a pokol is, Isten által. Tehát nagyon érdekes dolgok ezek amúgy, amik itt vannak. És elmagyarázza nekünk az ige, ugye több helyen is, hogy mit jelent a sötétség. Oké? Okay? Ha megnézed, hogy mit jelent a sötétség a Bibliában, akkor látjuk, hogy minden egyes referencia, ami erre vonatkozik, az a gonoszra vonatkozik, sátánra, a démonoknak a világára. Oké? Okay? Látjuk ezt a János 3.19-ben, Apostolok cselekedetei 26.18-ban, Efézeus 6.12, Kolossi 1.13 és 1 Tesszalonika 5.5-ben. Oké? Okay? Menjünk például, most így hirtelen az 1 Tesszalonika 5.5-höz. 1 Tesszalonika, halleluja! 1 Tesszalonika 5.5 pedig ezt mondja, hogy ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Oké? Okay? Tehát vannak a nappal fiai, vannak a sötétség fiai. Tehát a sötétség nagyon sok helyen a Bibliában az ellenségre utal, sátánra, bokott angyalokra és az ő démonjaira. Halleluja! Tehát látjuk, hogy a Mózes 1.1, 1.2 és 1.3 három különböző fázisát mutatja meg a mi világunknak. Három különböző korszakról beszél itt a Biblia. És ezt, hogy megértsük teljesen, meg kell vizsgáljuk azokat az igéket például, amik az 1 Mózes 1.2-re utalnak. Oké? Okay? Az 1 Mózes 1.2-re utaló igék például, most csak egy pár igét hagyd mondjak el ezzel kapcsolatban, ami az 1 Mózes 1.2-re utaló igék. Oké? Okay? Halleluja! Halleluja! Tehát az 1 Mózes 1.1 és 1.2 között ki lett dobva az ellenség. Oké? Okay? És van egy csomó referencia, tehát van egy jó pár ige, ami ezekről beszél, ezről az időről fog beszélni. Oké? Okay? Adjatok egy pillanatot, és mindjárt belemegyünk ezekben az igékbe. Például van egy ilyen ige, hogy a Jób 9.5-8-ig. Menjünk a Jób 9. Jób 9.5-8-ig. Ezt mondja az ige. Aki a hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megforítja őket haragjában. Aki kirengeti helyéből a földet úgy, hogy oszlopai megrepedeznek. Aki szól a napnak, és az nem kell fel, és bepecsétel a csillagokat. Aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos. Kiterentette a göncölszeget, a kacás csillagot, és a fias csukot, és a délnek titkos határét. Na most figyeljetek, csak a 8-asig. Itt az 5-től 8-ig látjuk, hogy Isten olyan dolgokat cselekedett, amiket a mi ismert történelmünkben soha nem látunk erre olyan dolgot. Tehát nincsen, nem tudunk róla. Mikor történtek ilyen dolgok? Oké, okay, például az 5-től 8-ig, az, hogy ki, aki a hegyeket mozdít tova, hogy észre se veszik, és megforítja őket haragjában. Oké? Okay? Tehát ezek mind az 1 Mózes 1 és 1-1-2 között történtek. Tehát, hogy hogyan történt az, hogy 1 Mózes 1-2 lett. Tehát, hogyan lett egy tökéletes igéből, ahol Isten megteremtett mindent, ahol még ember nem lett megteremtve még egyszer, hanem Isten megteremtett mindent, és hogyan lett az egész kietlen és puszta, és miért teremtette ott meg Isten a poklot, ahol látjuk a Héberben, hogy ott van az abisz, és
hogy az a szó, hogy hajá, ami azt jelenti, hogy ez létrejött. Tehát, hogy valami okozta azt, hogy ez történjen. Oké? Tehát mi ez a dolog, ami történt? Itt Isten elpusztított valamit. Elpusztított valakiket. Oké? Itt egy ítélet jött. Nézd meg, hogy mit mond az igény még tovább, és mondatok erre még több igény, persze. Aki kirengeti helyéből a föld és oszlopai megrepedeznek, aki szól a napnak, és az fel nem kell, bepecsíteni a csillagokat. Figyelj! Aki szól a napnak, és az nem kell fel, bepecsíteni a csillagokat. Ami azt jelenti, hogy az 1 Mózes 1-2-ben látjuk itt, hogy van egy másik igény, amit fogok nektek mindjárt mutatni, ami nem a Noé-nek az özönvízről beszél, hanem egy előbbi ítéletről beszél a Biblia, és megmagyarázom, hogy azt hogy miért mondom, és látjuk, hogy itt volt egy jégkorszak. Mert amikor ugye van víz a földön, de nincsen napsütés, a csillagok se égnek. Itt írja az ige, hogy ez történt. Megrázta a földet. Isten itt azt mondja az ige, hogy megrázta a földet úgy, hogy aznak oszlopai megrepedeztek. Tehát gondoljátok el, hogy olyan világméretű földrengés történt, hogy aki akkor élt ebben a világban, vagy akik éltek ebben a világban, azok mind elpusztultak. Tehát ilyen még soha nem történt a történelmünkben, hogy az egész világ megrengett olyan szinten, hogy az oszlopok is megrepedeztek, és Isten szólt itt a napnak, és nem kell föl bepecsített a csillagokat. Itt egy világméretű jégkorszak történt. És ugye látjuk azt, hogy például tudósok vagy archeológusok beszélnek arról, hogy valamikor, még nagyon-nagyon régen volt egy jégkorszak. Oké? És beszélnek például több százezer évről, vagy több millió évről. Mert hagyd mondjam el ezt, testvérek, hogy az első vers és a második vers között nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el. A Biblia nem ír le nekünk sok dolgot ilyen dolgokkal kapcsolatban, hanem csak utal dolgokra. Oké? Tehát az egyes és a második vers között nem tudjuk. Rengeteg sok idő megtörténhetett ott. Volt egy tökéletes teremtés. Oké? És volt egy érdekes korszak ott. Oké? De óvatosan beszélek ezekről a dolgokról, mert még egyszer ezt úgy hogy résteória. És volt valami, ami történt. Na ez volt az egyik ige, ami itt beszél erről az időszakról. Tehát a Mózes 1-1 és az 1-2 közötti időszakról. És ezt azért fontos megtudni, hogy megértsük, hogy a szellemi harcban is, hogy hogyan történtek dolgok. Oké? Hogy mi vezetett arra, hogy a sátán jött, miután az ember meg lett teremtve már. Na most, ha megnézed a Mózes 1-3-at, oké? Hogy említsem meg. Kicsit túl gyorsan haladok ezekkel a dolgokkal. Meg tudok lelassulni. Az Úr kegyelmától. Oké? Figyeljetek. Amikor olvassuk az 1 Mózes 1.3-at, és mondja Isten legyen világosság, és lett világosság, ez már itt, oké, ez már az újra teremtésnek a szava. Itt már Isten helyreállításnak a szava. Itt már Isten helyreállít, oké? Itt már helyreállítás történik. Tehát az, ami történt az 1 Mózes 1.2-ben, ami miatt történt az, nem tudjuk mennyi idő telt el a teremtéstől, egészen a Mózes 1-2-ig, és talán Mózes 1-2-től a 3-ig. Oké? És látjuk itt, hogy utána leírja az ige, hogy annyira el lett pusztítva az a teremtett világ, ami volt az 1 Mózes 1-1-ben, annyira meg lett ítélve, meg lett rázva, hogy az 1 Mózes 1-3-ban Istennek teljesen újra kellett teremtenie, újra kellett egy újra teremtés történt itt, oké? Okay? Halleluja! Na most ugyanaz az ige, ami, ugye ezt úgy hívjuk, hogy az Ádám előtti korszakok. A 2 Péter 3-4-től 7-ig. A 2 Péter 3-4-től 7-ig beszél nekünk erről a korszakról. Oké? Okay?
Ádám előtti korszak, tehát az 1 Mózes 1 és 1-2 közötti korszak. Figyeljétek, mit mondja az ige. És mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Oké? Okay? Mert kész akarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Tehát, amikor ezt valaki ugye olvassa a 2 Péterben, akkor az egyből arra gondol, hogy ez a Noénak az özönvíze lehet, amiről a Péter beszél. De ha megvizsgálod teljesen, oké? Okay? Ha megvizsgálod ezt az igét teljesen, akkor látod, hogy itt Péter azt mondja, hogy volt egy olyan ég, oké, itt van. Halleluja. Itt Péter beszél a 3-4-ben, oké? Okay? Oké, okay. Olvasjuk még egyszer. Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtéstől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ. Oké? Okay? Tehát itt beszél, a magyarban nem úgy jön ki természetesen. Oké. Okay. Tehát itt úgy beszél az angolban is, hogy a világ, ami akkor volt, el lett borítva víz által, de ez nem az özönvíz. Tehát nem a Noénak az özönvízéről beszél itt. Mert itt azt mondja a 7-esben, okay, hogy but the heavens and the earth. Tehát itt úgy ír az angolban, az eredetiben, hogy a menny és a föld. A mostani menny és a mostani föld. Tehát azok az az ég, amit most látunk, oké? Okay? Amelyek által az akkori víz, oké. Okay. Itt ír a 7-esben. Mostani egek, tehát itt az eredetikben az egek, az mennyet jelent. És a föld. Ugyanazon szó által megkíméltetnek, a tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Oké? Okay? Tehát látjuk, hogy egy víz által elpusztított világot pusztított el itt Isten, ami nem a Noé özönvíze, hanem még a Noé özönvíze előtti időszak volt. Oké? Okay? És ez az 1-2-re utal természetesen. Oké? Okay? Halleluja. És akkor látjuk itt, hogy van egy helyreállító ige, az 1 Mózes 1-3. Oké? Okay? 1 Mózes 1-3, ahol már helyreállnak a dolgok. Oké? Okay? 1 Mózes 1-3. Mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Na most hol látunk még az igében erre utaló dolgot, kijelentést? A Zsoltárok 104, 5-9-nél. Zsoltárok 104, halleluja. Zsoltárok 104, 5-9-ig ezt mondja a Biblia, hogy ő fundálta a földet, az ő szlopain nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt. A hegyek felett is vizek állottak vala. És kiáltásoktól eloszlának, és mennydörgésednek szavától szétriadnak. A hegyek emelkednének fel, és völgyek szállnak alá arra a hegyre, helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Tehát látjuk, hogy Isten elrendelte ezeket a vizeket, oké, okay, hogy itt is másképp van egy kicsit a magyarban, oké, okay, és kiáltásoktól eloszlának, tehát azok a vizeket Isten ott megdorgálta, oké, okay? De a Noénak a vize az pedig
az pedig ugye elpárolgott és ment a föld alá. Tehát ez teljesen másképpen történt. Oké? Okay? Halleluja. Tehát még egyszer, ez a résteória egy nagyon fontos tanulmány avval kapcsolatban, hogy megértsük, hogy mi hogyan történt. Oké? Okay? És látjuk, hogy az 1 Mózes 1.1 és 1.2 között rengeteg sok időt telt el. Nem tudjuk, hogy tényleg, hogy mennyi időt telt el. Ezért van az, hogy hogy amikor az emberek, a tudósok vizsgálják, a geológusok a Földet, akkor látják, hogy rengeteg idő telt el, és nagyon régi ez a mi világunk már. Vizsgálják a csillagokat, a geológusok a Földet, stb. És látjuk, hogy rengeteg időről szoktak beszélni. És valamilyen módon is igazuk van, mert nem tudjuk tényleg, hogy mennyi időt telt el az 1 Mózes 1.1, ahol Isten megteremtette a világot. És miért lett kietlen és puszta? Oké? Okay? Tehát látjuk, hogy itt történt valami. Történt valami, amiről fogok nektek beszélni természetesen, ami egy érdekes dolog, hogy volt egy érdekes dolog, oké? Okay? A Mózes 1-1 és 1-2 között. De erről majd az Úr kegyelméből fogok nektek beszélni, mert még egyszer nem akarok senkit túlságosan megterelni ezekkel a dolgokkal, de amikor megértjük ennek az igazságát, akkor meg fogjuk érteni, hogy miért is történtek a dolgok úgy, ahogy kellett, hogy történjenek. Oké? Okay? Tehát volt egy Ádám előtti időszak, és erről az Ádám előtti időszakról majd egy részletes tanítást fogok nektek beszélni. Most csak belementem egy kicsit, megmutattam egy pár igét azzal kapcsolatosan, ahol a Biblia erről ír, és hogy mi történt. És tudjuk azt, hogy az 1-1 és 1-2 között ott ki lett dobva sátán. Ott lett kidobva sátán a mennyekből, és az újra teremtésnél látjuk, hogy Isten megteremti az embert. Amit már ugye persze eltervezett már idők előtt, hogy ő fog tervezni egy embert az ő képmására és hasonlatosságára. De ez viszont egy olyan dolog is volt Istennek a szemszögéből, hogy megmutassa az ellenségnek, az angyaloknak, a sátánnak, hogy teremtek egy nálad alacsonyabb szintű teremtményt az én képmásomra és hasonlatosságomra. Akinek lehet, hogy nincsen olyan szellemi ereje, meg szellemi tekintélye, mint egy angyalnak a mennyben. De viszont egy alázatos ember lesz, aki amikor megtér és engem követ, jobban fog engedelmeskedni nekem, mint te. És itt egy ilyen dolog történik itt, oké? Okay? És erről mondom még egyszer, majd beszélek majd ebben részlesen. De beszéltünk ugye a múltkor is azokról a dolgokról, amikről szeretnék tovább beszélni, hogy beszéltünk arról például, hogy miért jött Jézus ebbe a világba, hogyan fegyverezte le a hatalmasságokat, oké? Okay? És beszéltünk arról, hogy mik azok, amik például vonzák a démonokat. Beszéltem például a zenéről is, oké? Okay? A Dániel 3.5, meg a Dániel 5.4-ben lévő dolgokról, ahol a Biblia ír a zenéről. A zenével kapcsolatos dolgokról. Például beszéltem arról, hogy vannak például olyan dicséretek, vagy olyan dolgok, amiket szoktak emberek átírják a szövegét egy világi dicséretnek, és megpróbálják megtéríteni a világi zenét. A világi zenét te nem fogod soha megtéríteni, és soha nem fogod tudni használni a dallamát Isten dicsőítésére, mert az azt jelenti, hogy akkor még tényleg az embernek nincsen igazi megtérése, mert mindazok a dallamok, vagy mindazok a szövegek, amik a világban írottak, azok a sátánnak a táborához tartozóak. Fontos az, hogy maga a dallam is, maga a szellemi forrása minden egyes dicséretnek, az az Úr Jézusnak az Úr szellemétől kell, hogy legyen. Az Úrnak a szelleme az, aki egyedül tud nekünk segíteni abban, és tanítani minket arra, hogy hogyan dicsérjük az Urat, és milyen módon dicsérjük az Urat, milyen dicséreteket használjunk, és ezek rendkívül fontos dolgok, oké? Okay? Mert a zenén keresztül, ami a kultúrához tartozik, nagyon óvatosnak kell lenni, hogy még milyen stílust is használunk,
mert vannak olyan zenei stílusok is például, amik annyira hozzá vannak kötődve egy kultúrához, hogy az ember ha akarja, ha nem, egyszerűen maga a zenének a ritmusa, maga a zenének a stílusa visszavezeti őt abba az óemberéhez, az ó életéhez. Tehát rendkívül fontos az, például, most egy példát mondok, oké? Például Brazíliában, amikor dicséretekről van szó, soha dicséretek között nem használják a szambát, azt a stílust, vagy az ilyen brazilos ütemeket nem használnak dicséretekre, oké? Mert annyira ismerik ennek a szellemét, ennek az igazságát, oké? Hanem használják a nemzetközileg elfogadott és Isten által elfogadott dicséretfajtákat és stílusokat, oké? Vannak persze, akik teljesen másképp látják ezt a dolgot, és teljesen másképp nézik ezt a dolgot, hogyha lehet angoloknak ez a light rockot használni, akkor a romák miért nem használhatják az ő stílusokat, vagy a jazz, meg az ilyen dolgokat. Hát azért, mert ha meghallgatsz például egy olyan dicséretet, az a kultúrához van kapcsolódva, vagy az emberi dolgokhoz van kapcsolódva, akkor meg fogod látni, hogy teljesen más, nincs rajta kenet, inkább az ember gitározni akar rá, vagy zenélni akar rá, vagy táncolni akar rá, de nem igazán Isten dicsőíti az, hanem ember dicsőít. Embert magasztal fel. Nem Istenhez vonz téged, hanem a zenéhez. Itt meg a lényeg a zenével kapcsolatosan, hogy a zene az nem nekünk szól. A zene az nem nekünk, tehát a dicséretek, amik zenében nyilvánulnak meg, azok nem nekünk szólnak, az Istennek szólnak. Oké? És meg kell tanulnunk megszeretni azt, amit Isten szeret, és megutálni azt, amit Isten utál. És a dicséretekre is így van. Vanessa, it froze. Something happened. Just refresh it, maybe I don't know what's happened. Praise God. Can you check if it's going still here? Yes. Okay, praise God. Valami történt itt, azt hittem, hogy itt elmentünk. De dicsőség az Úrnak. Beszéltünk a különböző füstölőkről, meg gyertyákról. Például nagyon fontos az, hogy gyertyákat vagy füstölő dolgokat ne csináljatok, mert azok is vonzák a démonokat. Oké? Okay? És beszéltünk arról is, hogy hogyan támadnak a démonok, ugye? Beszéltünk arról, hogy hogyan támadnak, a Zsoltár 55.3.4-ről beszéltünk. Beszéltünk arról is, hogy hogyan történnek az erősségek embereknek az elméjében. Ezt elmagyaráztam részletesen is, hogy a 2 Korintus 10.4.5 alapján hogyan történnek dolgok, és milyen fontos ezeket lehúznunk. Dicsőség az Úrnak. És beszéltünk ezekről. Na most annál résznél vagyunk, testvéreim, hogy hogyan nyílnak meg a kapuk az ellenségnek. És erről is beszéltünk, nem tudom, hogy ebből kapcsolatban mennyire mélyen mentünk, okay? De azt hiszem, hogy beszéltünk erről, igen, hogy hogyan kapcsolódnak, hogy hogyan nyílnak meg az ajtók az ellenségnek, és nagyon oda kell figyelnünk mindannyiunknak erre, hogy az ajtók mindig zárva legyenek az ellenség felé, de a szívednek az ajtó pedig mindig nyitva legyen az Úr Jézus felé. Oké? Okay? Nagyon fontos dolog az Úr Jézus kegyelme által. Tehát menjünk akkor tovább ezzel az Úr kegyelméből. Oké? Okay? És folytassuk tovább ezt, hogy beszéljünk az ajtókról, oké? Okay? Na most ezen az alkalmon már fogok beszélni nektek az ajtókról. Tehát ajtók, amin keresztül démonok tudnak bejönni az életedbe. Mik ezek az ajtók? Oké? Okay? Ezekről fogunk most beszélni az Úr kegyelméből. A legelső az a boszorkányság. Oké? Okay? Menjünk ezzel kapcsolatosan az 5 Mózesbe, bejobb a Biblia, halleluja. Egy pillanat. 5 Mózes 18-as fejezet 9-12-ig. Halleluja. Ezt mondja Istennek az igéje. Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked,
ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utalatossága szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngőstől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened előtted. Tehát látjuk itt, hogy a boszorkányság, oké? A boszorkányság az, ami az első ajtó, ami itt az Isten igéje nevez, megnevezi itt a különböző dolgokat, amik a mai nap, tehát ezekben az időkben többféleképpen szokott megnyilvánulni, oké? És a boszorkánysággal kapcsolatosan ugye ez egy teljesen nagy más téma, de röviden meg fogom említeni, hogy hogyan jelenik ez ma meg. Nagyon sok minden ugyanaz megjelenik, amit itt ír az Istennek az igéje, de viszont a boszorkánság az megjelenik olyan módon is például, mint a horoszkóp. Hogyha horoszkópot szoktál nézni, vagy horoszkópokban hiszel, akkor az a sátánnak a területe, és azt minél előbb hagyd abba, térjen meg belőle, oké? Például a horoszkóp ilyen területen van, vagy például a tarotkártyák, vagy bármilyen olyan dolog, ami a sátánnak a táborából van, és az okkultizmushoz tartozik. Tehát nagyon oda kell figyelni. Vannak például olyan felekezetek is az egyházban, a világon, amik nagyon erős okkultizmus alatt vannak. Okay? És erről majd egyszer beszélek, mert ez is egy teljesen más téma. De ti is tudjátok nagyon jól, hogy vannak olyan felekezetek, amik sajnos olyan hamis tanításokban szenvednek, ami miatt ez egy másik ajtó, ami a hatodik ajtó lesz, amiről fogok beszélni nektek, amivel megnyitják az ajtókat. Oké? Okay? De a boszorkányság megjelenik több formában is például. Manipulálás például, érzelmi zsarolás, feleségek, férjek, gyerekek, rendkívül sok formája van, és nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert a boszorkányság az, amin keresztül az ellenség nagyon meg tudja támadni és meg tudja kötözni az embereket, és ezekre oda kell figyelni. De hogyha az ember megnyitja magát egy ilyen dologgal kapcsolatosan, akkor az egy ajtó tud lenni a démonoknak, és minden egyes olyan démon, ami a boszorkánysággal kapcsolatos, be tud jönni az embernek az életébe, és meg tud támadni. Oké? Okay? Látjuk itt például az Istennek az igéjében a boszorkánysággal kapcsolatban még a 5 Mózes 32.17-et is. Úgyhogy kicsit túl gyorsan haladok, lassabban haladni. 32.17 ezt mondja. Halleluja! Ördögöknek áldoztak, nem Istennek. Isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, akik csak most támadtak, akiket nem rettegtek a ti atyáitok. Tehát itt Isten igéje folyamatosan figyelmeztette Istennek a népét. Mindazok a népek, amik körülöttük voltak, Isten mondta nekik, hogy ne legyenek velük kapcsolatba, írtsák ki őket, pusztítsák el őket, mert a hamis isteneik vonzották az okkultizmust, a démonokat, a boszorkányságot és ezeknek a dolgai. Oké? Okay? És a Biblia ír is erről nekünk az 1 Korintus 10, 20-21-ig, hogy egy új testamentumi igét is hozzunk ebbe bele. Oké? Okay? 1 Korintus 10, ismert, nagyon ismert ige. 1 Korintus 10, 20-21-ig ezt mondja az ige. Sőt, hogy amint a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. Nem ihatjátok az Úr poharát, és az ördögök poharát. Nem lehettek az Úr asztalának, és az ördögök asztalának részesei. Oké? Okay? Tehát itt a Biblia megint megjelenti nekünk azt, oké? Okay? Hogy mi nekünk nem lehet közösségünk olyan pogány kultúrák, vagy olyan pogány szokásokban, amiben a boszorkányság, vagy ennek a formája megjelenik.
És látjuk ugye, hogy a zenén keresztül még egyszer, a világi zene, bármilyen világi zene, ami világi szívből lett jöve, oké? Az démonikus eredet tud lenni. Az démonikus erről tud lenni. Hogyha megnézed például azokat a dalokat, amiket régen énekeltél, vagy régen szeretted, megvizsgálod annak a szövegét, szellemét, egyből észre fogod venni, hogyha tényleg meg vagy térve, hogy az teljesen utálja az Isten, ez egy elátkozott dolog, és egy olyan dolog, ami a sátánnak a területe. Oké? De persze ennek van még sok más formája is, és menjünk tovább ezzel. Oké? Tehát az első ajtónál tartunk, oké? Az első ajtónál tartunk, még mindig, és van még egy igével kapcsolatos, amit felszeretnék olvasni nektek, ez a 2 Krónika 33.6 lesz. Ezeket írjátok le, 2 Krónika 33.6, és vizsgáljátok meg ti is ezeket az igazságokat. És fiait átvitte a tűzön a Hinnom fiának völgyében, és az időnek forgására ügyelt. Jövendőmondásokat, varázslásokat, és szemfényvesztéseket űzött, ördöngősöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indítaná. Még a 7-es verset is, mert nagyon érdekes ez. A faragott bálványt, amelyet csináltatott volt, az Úr házában állítá fel, amelyről ezt mondta az Isten Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak, e házban és Jeruzsálemben, amelyet választottam az Izrael minden nemzetsége közül, helyezhetettem az én nevem mindörökké. Tehát látjuk itt, hogy az egyik király, hiszen Manassé volt az, aki itt belement ezeknek a más vallásoknak, a Baálnak az áldozásának, és más boszorkányságnak a dolgaival. És látod, hogy mit hoz a boszorkányság egyből. Hozza az összes többi barátját. A jövendőmondás, a tarokkártya, a jóslás, varázslások, oké? Okay? És ennek megjelenik több formája is, oké? Okay? Például érzelmi zsarulás területén, meg erre nagyon oda kell figyelni például, hogy hogyan jelenik meg a boszorkányság a mi életünkben is, hogy ne tudjon ez megtámadni. És amint észreveszed, akkor ezt szellemben meg kell harcolni, ellene kell menni a Jézus nevében, és amint megértjük, hogy mit mond az Istennek az ige erről, akkor fel vagyunk fegyverkezve ez ellen. Amen. De még egyszer, a boszorkányságról van még ennél sokkal több, és fogok nektek beszélni természetesen az Úr kegyelméből még többet erről. De az első ajtó, amit zárva kell tartanunk, és hogyha valamilyen módon is nyitva van, imádkozni fogunk az adásnak a végén, mindannyiótokért, hogy minden egyes ilyen ajtó be legyen zárva, és bármilyen démonikus szellem, ami ehhez kapcsolódik, az teljesen kimenjen az életetekből. Halleluja! A második ajtó, ami által démonok be tudnak jönni egy ember életébe, az a bálványimádás. Második ajtó, bálványimádás. Írjátok le! A Zsoltár 106. Zsoltár 106. Zsoltárok 106, 36-tól 37-ig. Halleluja! Ezt mondja az Istennek az igéje. És tisztelték azoknak bálványait, és törré lettek azok rájuk. És feláldozták fiaikat és lányaikat az ördögöknek. Tehát látjuk itt az Isten igéjéből, okay, ugyanazt, hogy ez a Baálnak volt az imádása, amit elmagyaráztam már a múltkor, hogy volt egy ilyen részből készített bálvány, amit felállítottak, aminek a hasonak a részébe ott csináltak tüzet, és a gyerekeiket abba a tűzbe dobták bele, és feláldozták. Nagyon rossz és rettenetes Baál worship, Baál dicséret volt ez, ami ma a mai nap az abortusz által történik. Tehát az abortusz által ez a Baál áldozat, ez továbbra is folytatódik, sajnos. Okay? És látjuk, hogy itt a bálvány imádás a második kapu. De most bálvány itt nem csak faragott
szobrokról van szó, vagy bármilyen szoborról, vagy bármilyen olyan tárgyról, ezek is fontosak, hogy megvizsgáld, hogy mik vannak a házadban. Milyen könyvek. Még könyvek is tudják hordozni azoknak a démonoknak a ocsmánságait és dolgokat, azokat is vizsgálnak, hogy milyen könyvek vannak a házadban. Milyen faragott tárgyak vannak a házadban. Milyen ékszerek, vagy milyen szimbólumú márkák vannak a te házadban. Mert vannak olyan márkák is például, hogyha megvizsgálod az eredetét, hogy az a cég, okay, az a cég, az a márka honnan szerezte az ő emblémáját. Mihez köti? Mert amihez köti az ő emblémáját, azzal ő szellemileg szövetségbe kötött, hogy az ő üzlete sikeres legyen. Na figyelj nagyon jó, mert az ördög az mindig is szponzorálja azt, ami az övé. Miért van az? Hogy például vannak annyira undorító ilyen metalzenék, meg rockzenék, okay, a világban, amik egy pár akkordból állnak, egy pár ilyen rettenetes zenék vannak, és mégis több millióan megnézik, több millió dollárokat csinálnak belőle. Miért van ez? Mert az ellenség, aki ez a világ rendszer, az finanszírozza mindazt, ami az ő táborából van. Tehát olyan világi zenék, amik hordozzák az ő ocsmányságait, az ő átkait, azok által, ami által meg tudja fertőzni az emberek elméjét és szívét, hogy ne higgyenek az élő Istenben. És ehhez tartoznak, például vannak olyan márkák is. Például van olyan márka, ami van ez a halálfej. Ha az a márkájú halálfejes dolgot veszi fel az ember, akkor ezek tudják vonzani a démonokat. Mert mondtam, hogy a képek is tudják vonzani a démonokat, és az a halálfejes márka, az a cég valamilyen szövetségben van a halál szellemével, és így finanszírozva van az a cég, és sikeressé vált. Miért? Mert minden, ami a világban van és sikeres, néz a mögé, a szellem, annak van szellemi gyökere, amellett van egy szellemi hatalmasság. Oké? Okay? És ezt megnyilvánul az emblémán, ami van. Bármilyen márkád jó dolog van neked, amin van egy embléma, azt vizsgáld meg, hogy milyen embléma az, oké? Okay? Nem tudom, hogy most erről nem is beszéltem még igazán, mert nem megy bele annyira ilyen részletesen, mert ez magától értetődő, hogyha vannak a világból dolgok az életünkben, akkor ezek tudják hordozni a szellemiséget. De viszont bálvány az tud lenni bármi, ami első helyet vesz az életedben. Hogyha az első helyen a gyerekeid vannak, akkor a gyerekeid válnak egy bálványjá. Ha az első helyen a feleséged van, akkor a feleséged lesz a bálványod. Ha az első helyen a te kutyád van, akkor a kutyád lesz a bálvány. Mi a leges-legelső az életedben? Mi az, aminek te időt szánsz? Mi az, amire te az első dolog, amit teszel? Az első dolog az, ami mindig elsődleges az életedben. Az egy bálványá tud válni. Erre nagyon oda kell figyelni, hogy a bálvány nem csak egy faragott edény, vagy egy faragott tárgy, hanem tud lenni személy is, tárgy is, egy bizonyos cselekedet is például a Facebookozás, hogy felmenni Facebookra, és akkor nézni azt, hogy ki mit csinál, hol csinál, és akkor az egész, és elmegy 3 óra hossza úgy, vagy 4 óra hossza, hogy észre se veszed, akkor erről oda kell figyelni. Mert hogyha azt az idő 3-4 óra hosszát imádkozással töltötted volna, akkor talán hasznosabb lett volna az idő, de remélem, hogy ugye ez a Facebookozás sem tud bálványá válni az életedben, vagy más olyan dolog. Tehát van minden olyan dolog bálvány tud lenni, ami első helyet tesz ki a szívedben. Erre oda kell figyelni. Amen. Halleluja. És látjuk még például a 2 Krónika 11:5 is beszél erről nekünk. Halleluja. 2 Krónika 11:5 pedig ezt mondja nekünk. Okay.
2 Krónika 11-15, elnézést. 2 Krónika 11-15 pedig ezt mondja: és rendelt magának papokat a magaslatokhoz, a bakokhoz és borjukhoz, melyeket csináltatott vala. Tehát látjuk itt az Isten igében, hogy itt voltak ilyen bakok, meg borjú a készítésű bálványok is. Oké? Még van még egy igen, amit szeretném még osztani veletek, a jelenések 9:20-ban is látunk a bálványokkal kapcsolatban valami érdekes dolgot. Jelenések 9:20-ban pedig ezt mondja az Istennek az igéje, hogy a többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak. Tehát látjuk, hogy a kezeink csinálmánya, tehát olyan faragott dolgok, olyan dolgok, amik jelképeznek bizonyos személyeket, vagy bizonyos istenségeket, tehát erre oda kell figyelni, de természetesen azt mondtam, hogy bálvány az lehet zene is. A bálvány lehet zene is. Például zenei műfajok, olyan zenék, amiket még megtérésed előtt is hallgattál, és szerettél nagyon, és meg is hallgatod. Tehát vannak olyanok, akik olyan keresztények, akik azt mondják, hogy jó, nem gond meghallgatni ezt a számot, meg azt a számot, és akkor hallgatják a világi zenét is, meg hallgatják a dicséretet is. És tudjuk azt a Dániel 3:5 és 5:4-ből, amiről már beszéltem a múltkor is, hogy vannak zenék, amik démonikus eredetűek tudnak lenni. És mondtam nektek, hogy bármilyen zene, ami a világból van, ezek tudnak bálványok lenni az életedben. Zenei műfaj, különböző zenék, olyan zenék, amik az ó életedből valók. És nosztalgiából az emberek szoktak visszamenni. Például valami rossz történik az életükben, és ahelyett, hogy mennének Krisztus lába elé, őt dicsérni, amikor baj történik, nosztalgiából betesznek ilyen régi, fájdalmas zenét, amit szerettek, és akkor elkezdenek sírni rajta, és jaj, szegény én, akivel ez történt, és beleoltják az ő fájdalmukat abba a régi zenébe, amit hallgattak. Na, ez teljesen világi dolog, ez teljesen a világ teszi, ezt nem keresztények teszik, nem újjászületett keresztények teszik. Az újjászületett keresztények, akik Szent Szellemmel be vannak töltekezve, és erősen meg vannak állva, azok nem a világi zenéhez, nem az alkoholhoz futnak, nem a partikhoz futnak, hanem mennek Krisztus lába elé, őt dicsérve és magasztalva, így adva maguknak, így magukat egy olyan helyre teszik Isten előtt, hogy Isten így be tud nyúlni az ő életükbe, hogy tudjon rajtuk segíteni. De hogyha a világi zenékhez fordulsz a bajodban, ha az italhoz fordulsz a bajodban, ha a partikhoz fordulsz a bajodban, ezek bálványok, és nem tudom, hogy mikor volt az, amikor az ital segített neked. Nem tudom, mikor volt az, amikor a világi zene segített neked. Én szerintem az ital is, meg a világi zene is azt tette az életedben, hogy még rosszabb, még jobban fájt a szíved, és még nagyobb depresszióba kerültél. De amikor meg Krisztus lábaihoz jössz, őt dicséred és magasztalod, akkor a fájdalmadra Isten, az ő drága Szent Szellem által gyógyulást hoz a szívedre, helyreállítást hoz az életedbe. És a Biblia azt mondja, hogy a megtörött szívűhöz Isten közel van. Oké? Okay? A harmadik ajtó, amit emberek meg tudnak nyitni az életükben, és azért tanítom meg ezeket nektek az Úr kegyelme által, hogy minden ajtó be legyen zárva az ellenség előtt. De az ajtó, a szívednek az ajtó pedig mindig itt van legyen az Úr Jézus számára. Oké? Okay? Ez nagyon fontos dolog. A harmadik az a lázadás. Oké? Okay? A lázadás, ami egy ajtó tud lenni az ellenség számára. És megmondom nektek, hogy miért. Az 1 Sámuel 15 fejezet, 1 Sámuel 15:23, egy pillanat,
Hallelujah. Oké, okay, 1 Sámuel 15, 23 pedig ezt mondja. Hallgassátok meg. Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. Itt az engedetlenség, magyarul, ezt lázadásnak is hívják. Ez amúgy az eredetiben, meg az angolban is, itt rebellion van, lázadás van. Oké? Okay? Tehát, öt 23 pedig azt mondja még egyszer, hogy mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség. Tehát a varázslás itt a boszorkányságot jelenti, okkultizmus jelent, oké? Okay? Mint a varázslásnak bűne, olyan, mint az engedetlenség, és bálványozás, és bálványimádás, az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király. Itt ugye Sámuel proféta mondja Saul királynak ezt a dolgot. De mit mond nekünk itt az ige? Hogy ugyanaz az ajtó, okay? Ami megnyitja az ajtót a boszorkányságon keresztül, okay? A boszorkányságnak ugyanaz az ajtó, okay? Ugyanazok a démonok tudnak jönni az engedetlenség vagy a lázadásnak az ajtóján keresztül. Tehát nagyon-nagyon-nagyon vigyázz erre, és most meg fogok említeni egy nagyon fontos dolgot ezzel kapcsolatban. Halleluja! Bármilyen Isten embere van ebben a világban, bármilyen Isten embere, bármilyen pásztor, szolgáló Isten királyságában, oké? Okay? Nagyon vigyázzál, soha ne beszélj ki őket, még hogyha tudod, hogy rossz is, vagy rossz dolgot cselekedett, és igazad van, tegyük fel, hogy igazad van, hogy kibeszéled, mert Oké, igazad van abban a dologban, még akkor se beszél róla. Rendkívül veszélyes Isten emberét kibeszélni, vagy rossz híreket mondani róla, mert annyira Isten haragját tudja az ember akkor magára vonni, hogy észre se fogja venni az ember, hogy az ilyen ember, aki a szájára mer venni Isten szolgálóit, olyan Isten ítélete jön, hogy az rettenetes. Most egy példát mondok. Van két Isten embere, és ezt a történetet hallottam már elég régen, amikor a Benin testvérünk mesélte ezt a történetet, hogy felhívta őt a Kenneth Copeland, két ismert, nagyon nagy szolgálók, és bocsánatot kért a Benitől, és mondta neki, hogy Beni, kérlek, bocsáss meg nekem. És akkor mondta Beni, hogy miért? És mondta, hogy azért, mert Ausztráliában egy zárt pásztoroknak tartott alkalmon kibeszéltelek, és az én szavaimmal megtámadtalak téged. És Isten és Isten szólt hozzám, mondta, hogy nem fog nekem megbocsátani, ha csak nem kérek bocsánatot tőled. Tehát, ugye mivel Kenneth Copelandnek, hála az Úr, így nagyon erős, nagyon jó kapcsolata van az Úrral, ő hallotta az Istentől a megdorgálást, hallotta, hogyha nem kér bocsánatot a Benitől, amiért kibeszélte őt egy zárt körben, akkor Isten nem fog neki megbocsátani. Ezért a Kenneth Copeland felhívta a Benint, és bocsánatot kért tőle, és azóta is nagyon jó barátok lettek. Ezért röviden mondtam ezt a történetet. De viszont mi van azokkal, akik meg kibeszélik Istennek a szent embereit, Istennek a szolgáit, bármilyen szolgáló legyen az, bármilyen nagy vagy kicsi, mindegy, Istennél nincsen különbség. Lehet az egy pásztor, egy öt embernek, vagy lehet egy tanító, lehet bárki, de hogyha Isten az, aki mögötte van, akkor nagyon fontos, hogy ne vegyünk a szánkra, mert akkor Istennek a haragja tud jönni. És ez a lázadással kapcsolatos is persze, mert látjuk azt, hogy a keresztények sokszor nem érték, hogy miért van az, amikor ők belázadnak egy pásztor ellen. Akkor belázad valaki egy pásztor ellen gyülekezetbe, akkor nem csak a pásztor ellen lázadban, hanem Isten ellen is. És ugyanazok a démonok, amik a boszorkányságon keresztül jönnek, jönni fognak az életébe. És annak az embernek az élete, hogyha nem tér meg abból,
hogy belázadott Isten emberei ellen, akkor rengeteg sok csapás fogja érni, ítéletek fogják érni. De hogyha Isten már elítélte, akkor már ott nagyon-nagyon veszélyes helyen van, akkor már meg sem fog tudni térni, vissza fog menni az régi életébe, stb. Ennek van egy nagyon rossz dominó effektje, és az ember vissza fog kerülni akkor a rossz dolgokat. Tehát soha a szátokra nem merjétek venni Istennek az embereit, mert akkor Istennek az ítélete jön az emberek az életére. Oké? Ezt meg akartam említeni, mert ezekben az utolsó időkben ugye főleg az, hogy rengeteg sok szolgáló megy fel a Facebookra vagy a YouTube-ra, és lehet látni, hogy emberek aláírnak, megtámadják az Isten embereit, megtámadják az embereket. Ez rendkívül veszélyes. És erre figyelmeztetek titeket, hogy ezt ne csináljátok, mert hogyha csináltátok is, még hogyha igazatok is volt, az nem a ti dolgotok, és az senkinek nem a dolga, hogy az elítélje azt a szolgálót, hanem majd az Isten majd fog azzal a szolgálóval, hogyha rosszul jár, vagy van rosszat mondod, rosszat tett. A te dolgod pedig az, hogy felismerd ezt, tudjad az Úr Jézusnak a szavát, te kapcsolatban legyél az Úrral, és az Úr majd ki fogja neked ezt jelenteni. De ne te ítélkezzél a másik fölött, hanem ítéld meg magadat, és az Úr segít neked, hogy felismerd ezeket a dolgokat. De ne legyünk senki felett ítélkezők, mert a Biblia ezt krisztre tisztán írja. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ez ennyire egyszerű. Ne ítélj, és nem ítéltetsz meg. Amen. Dicsőség az Úrnak. A negyedik, tehát volt ez a harmadik, ugye, a lázadás, engedetlenség, ami által ajtók meg tudnak nyílni démonoknak. A negyedik, na figyelj, ez nagyon fontos lesz, oké? A negyedik, oké, az pedig makacság. A makacság, amikor valaki makacs, nagyon makacs, oké? Az a negyedik ajtó. Ez az 1 Sámuel, ugyanúgy 15-23, ugyanaz az ige lesz, ami referenciánk erre természetesen, ahol írja, mert mint a varázsmag bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás, és bálványimádás, az ellenszegülés. Oké? Tehát látjuk, hogy makacságot ír. Oké? Itt ahol ír, hogy engedetlenség. Oké? Engedetlenség, ellenszegülés. Tehát itt az angolban megemlíti a makacságot is. Oké? Magyarban nincsen ottan valamiért. Oké? Lehet, hogy más magyar fordításban megemlíti ezt a dolgot. De valamiért itt nincsen meg a magyarban. Oké? Tehát lázadás, itt angolban így írja, hogy a lázadás olyan, mint a boszorkányság bűne, és a makacság, engedetlenség, itt a magyar engedetlenséget ír, itt az angol pedig makacságot ír. Oké? Akkor valaki makacs. Tehát a makacság a negyedik ajtó, oké? És a makacság is egy ajtó tud lenni, amikor valaki makacs. Tehát ez hogy történik? Isten szól hozzád, hogy gyere és tedd azt, és te azt mondod, hogy nem. Ez egy makacság. Ez olyan, mint az ellenszegülés, vagy a lázadás végül is. Vagy olyan, hogy valaki felé szolgálsz, hogy gyere, térjen meg testvérem, az Úr Jézus kegyelmév által is, és bemutatod neki az evangéliumot a Szent Szellemnek a kijelentése által, oké? Bemutatod az evangéliumot, és nem tér meg. Makacs. Na, ez nagyon veszélyes. Érted? Nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, és egy ajtó tud lenni. A makacság az egy ajtó a démonoknak. Nagyon oda kell figyelni. Oké? Az ötödik pedig, az ötödik ajtó, amit az emberek meg tudnak nyitni az ellenségnek a számára, az pedig az, hogy nagyon fontos, amit te kimondasz a szádon. Átkozódás és panaszkodás. Amit kimondasz a szádon, átkozódás, panaszkodás. Még egyszer, átkozódás, panaszkodás. Bármikor panaszkodsz, átkozódsz, azzal ajtót nyitsz meg a démonoknak, adsz nekik engedélyt,
hogy jöjjenek ölni, pusztítani, rombolni. Például, emberek el tudják saját magukat átkozni. Már nem egyszer hallottam olyat, amikor valaki azt mondta, hogy ilyeneket vallott meg, hogy jó, hogy nem akarok addig élni 80 éves korig, elég nekem, ha élek 50 éves korig, vagy 40-ig. Emberek, amikor ilyeneket kimondanak, saját magukat elátkozzák, oké? És azt veszik észre, sajnos, hogy eljön az az idő, és megbetegednek. Imádkoznak a betegségért, hogy gyógyuljon meg, és nem történt semmi, és meghal. Miért? Mert az ember el tudja saját magát is átkozni. És amit mi kimondunk, az egy ajtó tud lenni az ellenségnek, oké? Tehát átkozódás, panaszkodás meg tudja nyitni az ellenségnek az ajtót. Ezt pedig megtaláljuk a 4 Mózes 21, 4 Mózes 21, 5-től 7-ig. És szól a nép Isten ellen, és Mózes ellen. Pont erről beszéltem. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és egy hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. Ugye a mannáról beszéltek, amit Isten adott nekik a pusztában. És figyelj, mit mond az ige. Bocsáta azért az Úr a népet tüzes kígyókat, és megmardossák a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor a nép mélye Mózessel is mondanak, vétkeztünk, mert szóltunk az Úr ellen is, te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat, és imádkozik Mózes a népért. Na még a 8-ast is. És mond az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűz fel azt Póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte a Póznára, és lett az a kígyó, hogy valakit megmart, és feltekint a részkígyóra, életben maradt. Csodálatos. Tehát, még egyszer, az 5. ajtó, amit emberek meg tudnak nyitni az ellenségnek, a démonoknak, az, amit kimondanak az ő szájukon. Átkozódás, panaszkodás. Látjuk itt Istennek a népe, Izrael népe elkezdett panaszkodni a pusztában. Miért hozták ki minket a világból? Miért hozták ki minket Egyiptomból? Olyan jó dolgunk volt ott. Ettünk, ittunk, szórakoztunk, diszkóba jártunk, ittuk a dolgokat, hallgattuk a zenét, amit akartunk. Itt meg a pusztában esszük a mannát, és utáljam a lelkünk. Már unjuk ezt a dolgot. Erre Isten megkaragudott, és megengedte, hogy ezek a kígyók jöjjenek az ő táborukba, és megmarják őket. Na figyelj! Bármikor, amikor te elkezdesz panaszkodni, elkezdesz átkozódni, panaszkodni Isten emberei ellen, panaszkodni és átkozódni a helyzetet felett, dolgok felett, bármilyen körülmény miatt elkezdesz panaszkodni, átkozódni, azzal te megnyitod az ajtót az ellenségnek, és jönnek a kígyók, jönnek a démonok, és a rossz helyzetből még rosszabb helyzetbe fogsz kerülni. Oké? Okay? Tehát erre nagyon oda kell figyelni. De látjuk Istennek a kegyelmét, hogy adott Mózesnek egy megoldást rá, egy részkígyót. Arra a részkígyóra fölnéztek, akkor nem haltak meg a kígyó marástól. Ez szellemileg egy csodálatos igazság, mert látjuk, hogy Jézus az Új Testamentumban felhozza ezt a példát. És mondta, hogy úgy, ahogy a részkígyó felemeltetett a pusztában, úgy kell nekem is felemeltetnem a keresztre. És amikor Jézus ezt mondta, ő arra utalt persze, hogy az a részkígyó üdvösséget adott idéglenesen azoknak, akik felnéztek rá a kígyó marástól. Mi pedig, akiket ugyanúgy megmart a kígyó a bűn által a mi életünkben, ahogyan beszülettünk ebbe a világba is, már bűnöztünk már gyerekkorunktól fogva, a kígyó megmarása, ez a kígyó marása az életünkben. Amikor mi felnézünk Jézus Krisztusnak a keresztjére, akkor egy örökké tartó üdvösséget kapunk az Úr Jézustól, az ő kegyelme által, hogy meggyógyuljunk ebből a kígyó marásból.
és a bűnös életből szent életbe kerüljünk az Úr Jézus kegyelem által. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úr Jézusnak. Jó az Úr, jó az Úr, jó az Úr. Halleluja. Tehát ez volt az ötödik. Amit mi kimondunk, tehát átkozás és panaszkodás. Nagyon figyelj arra, hogy mi az, amit te kimondasz a szádon. Még hogyha problémába is kerülsz, vagy még hogyha bajba is kerül, vagy olyan szituációba kerülsz, ahol úgy kimondanál valami rossz dolgot, úgy kimondanád azt az átkozódást, vagy azt a panaszkodást, inkább fogd le a szádat, nehogy kimondjad. Nehogy kimondjad, mert akkor jön az ellenség, és meg fog téged támadni. Látjuk például, Példabeszélek 12.13-ban egy érdekes igét ezzel kapcsolatban. Példabeszélek 12.13 pedig ezt mondja. Halleluja! Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval, és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának. Gyönyörű ige. Hát az ige írja itt nekünk, hogy amit egy ember kimond az ő száján, annak a gyümölcsebé fog élni. Tehát minden szavad az egy magvetés a jövődbe. És amikor abban a jövőbe fogsz érni, az, amit te kimondtál, az fel fog nőni, és annak a gyümölcsét fogod enni. Tehát, hogyha ezt vallod meg, hogy Uram, köszönöm, hogy minden szükségem, lehet, hogy most nincs munkám, lehet, hogy most nincs pénzem, de köszönöm, Uram, hogy mivel szükségem van, ezért hozhatom az én szükségemet, és áldalak és magasztallak azért, hogy Te, Uram, mindenek teremtője vagy, és Tiéd minden, menjen és földön. És a Te gazdagságod be fogja tölteni az én szükségemet, a Jézus nevében. Amikor elkezded áldani Istennek a gazdagságát, és nem azt Te szükségedet fogod mondani, hanem áldod Istennek a gazdagságát, akkor a szükségedet be fog Isten tölteni, bármilyen szükséged is legyen. Oké? Hadd mondjak még egy igét ezzel kapcsolatosan, amikor beszéltem arról, hogy nagyon vigyázzunk, hogy még saját testvéreinket, akik az Isten vérével vannak megmosva, ne beszéljük és nem mondjuk rosszat róla. Ez a Zsoltárok 101. Zsoltárok 101. 5-ös vers. Írja. Figyelj, mit mond az ige. Zsoltár 101. 5-ös vers. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt, a nagyra látót és kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Oké? Okay? Nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Mit jelent itt? Hogy az, aki titokban, tehát elkezdesz beszélni egy harmadik szeméről valakivel, tehát kibeszéled, hogy mennyire rossz, milyen bűnös, vagy kibeszéled azt, hogy mennyire kibeszéled a másikat valakivel titokban, az Isten lát és hall mindent. Nagyon oda kell figyelni, mert a Biblia itt azt, hogy elvesztem. Elvesztem az azt jelenti, hogy Isten majd el fogja ítélni ezt a szemét elég komoly szinten. Tehát nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Oké? A Róma 3.13, Róma belékhez írt levél 3, 13-tól 14-es versig. Figyelj, mit mond az ige. Tehát a Biblia mondja egy másik, hogy a szív teljességéből szól a száj. Amivel az embernek a szíve tele van, azt fogja kimondani az ő száján. Figyelj, mit mond a Róma 3.13-14. Oké? Okay? Azokról, akik elhajlottak a 12-estől. Mindjárt elhajlottak, egyetemben haszontalanok lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságokat szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Szájuk tele van átkozódással és keserűséggel. Tehát, hogyha az embernek a szívéből rossz dolgok jönnek ki, átkozódással van problémád, rosszul beszélsz, negatívan beszélsz, és lehet, hogy ez egy öröklődő bűn a te életedben, a családodban, ez már nagyon régóta van.
Fogunk érte imádkozni, hogy ebből megszabadulja a Jézus nevében. Fogunk imádkozni azért, hogy mindezek az ajtók be legyenek zárva a Jézus nevében. De nagyon fontos, mert az a jele annak, hogy a szíved még mindig tele van a világi dolgokkal, még mindig tele van saját magaddal. Nem az Istennek az igéjével, nem Jézus Krisztusra, nem a Szent Szellemmel. Hogyha a te szíved tele lenne Isten igéjével, ha a szíved tele lenne az ő bölcsességével, az ő szeretetével, a szerelmével, jelenlétével, akkor a szívedből, a szádon keresztül azok a dolgok jönnének ki. Tehát az jön ki a szívedből, ami a szívedben van. Oké? És erre a legjobb megoldás természetesen az, hogy az ember mivel tölti meg a szívét. Amivel megtöltöd a szívedet, az fog kijönni a szádon is. Oké? Tehát a hatodik ajtó fog következni. Készek vagytok erre? Halleluja! Lehet, hogy kicsit hosszas vagyok ma, de szeretnénk legalább bejutni még a hatodik ajtóig, az Úr kegyelméből még több ajtóig. Nekem még van időm az Úr kegyelméből, de szeretném, hogyha megtanulnátok ezeket a dolgokat és leírjátok. Oké, a hatodik ajtó, amivel emberek meg tudják nyitni a démonok előtt az ő életüket, az pedig a hamis tanítás. Hamis tanítás. A Biblia pedig ír arról, hogy az utolsó időkben vigyázzatok, mert nagyon sok hamis tanító fog jönni. 1 Timóteus 4. Can you refresh it for me, please? 1 Timóteus 4 pedig ezt mondja. Figyeljetek! A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Oké? Tehát a hamis tanítások, hamis prédikációk, ezek tudják vonzani a démonokat, és ugyanúgy ugye a hamis dicséretek, vagy hamis zenék is. Tehát olyan zenék, olyan dicséretek például, amik világi lelkületből írott melódiák, és akkor azt próbálják, nem tud zenét megtéríteni, a zene nem tud megtérni. A zenének van egy forrása, az vagy az ördögtől van, aki egy, tudjuk, hogy egy dicséretet vezetett a mennyben, ő maga volt az egész kórus, meg zene, majd erről beszélünk egyszer, ugye? Ami az ördögnek a táborából van, az vedd ki az életedből, hogyha valóságos keresztény életet akarsz élni, akkor nagyon fontos, hogy megvizsgáld azt is, hogy kit hallgatsz meg tanításként, mert most rengeteg hamis tanító van a világban sajnos. Rengeteg hamis tanító van. És hogyan ismered meg őket? Először is megismered arról, hogy mit hoznak ki az Istennek az igéből, hogyan magyarázzák az Isten igéjét. Milyen igei alap van, amivel ők alá támasztják azt, amit mondanak. Mert az ige magyarázza az igét. Oké? Okay? És a másik dolog pedig a gyümölcseikről is ismertek meg. Oké? Okay? Tehát látjuk, hogy a hamis tanítás az egy ajtója tud lenni az ellenségnek. Vannak olyan hamis tanítások a világban, például sokszor kapok olyan telefont, hogy kérdeznek egy dolgot, hogy ez tényleg így van. És mondom, most te mit hallgattál, vagy kit hallgattál meg, ahonnan szereztette ezt a tudást? És akkor mondják, hogy kit hallgattál, vagy mit hallgattál, és mondtam, hogy figyelj oda, mert nagyon sok hamis tanító van, és te most hallottál egy ilyen dolgot, és most az annyira megzavart téged, hogy mi volt a gyümölcse annak a kijelentésnek, vagy annak a dolognak, amit te tanultál. Mi a gyümölcse neki? Tehát erre nagyon kell figyelni, és figyelmeztetek én is testvéreket állandóan, hogy figyeljenek oda, hogy kit és mit hallgatnak meg, mert most ezekben az időkben nagyon sok hamis tanító van a világban. Oké? Okay? A hetedik ajtó, ami van, halleluja! A hetedik ajtó, ami van pedig, ha hiszitek, ha nem, a hetedik ajtó, amit démonoknak meg tud nyitni az ember, sajnos, az pedig a fösvénység. Oké? Okay? A fösvénység. Egy pillanatot adjon nekem.
Egy pillanat. Oké. Okay. Fösvénység. A Kolossé belékezét levél 3-as fejezete. Kolossé 3. És 5-ös vers lesz az, ami ezt nekünk elmondja. Kolossé belékezét levél. Egy pillanat. 3-5 ezt mondja. Halleluja. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaikotokat. Paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, és a fösvénységet, ami bálványimádás. Fösvénység. Tehát a fösvénység, ami bálványimádás. És tudjuk, hogy az egyik ajtó a bálványimádás, és a fösvénység az a bálványimádásnak egy másik fajtája. Tudtad-e? Amikor valaki fösvény, amikor fösvénység van, az egy ajtó tud lenni a démonoknak a számára. Milyen érdekes. És ugye senki nem szereti a fösvény embert, amúgy sem, magát a fösvénységet sem, mert a fösvénység az teljesen az ellentéte az Isten természetének. Az Isten természete az adakozó. Ő adta az ő fiát. Kiérősítette a mennyet. Ő adta. Isten ad. Isten adja az ő szent szellemét. A Szent Szellem adja az ő ajándékait. Tehát Istennek a természete egy adakozó. Annak az ellentéte pedig a fösvénység. Oké? Okay? És ez egy ajtó tud lenni a démonoknak számára. Erre nagyon oda kell figyelnetek. Oké? Okay? Az Úr kegyelméből. Halleluja! Oké. Okay. A 8-as ajtó. A 8-as ajtónól tartunk. Most nem akartam túlságosan értetek, hogy mi az a fösvénység természetesen, ami a bálványimádásnak egy másik fajtája. A 8-as pedig olyan tárgyakkal való kapcsolat, ami a halállal vagy átkozott dolgokkal kapcsolatos. Tehát olyan tárgyak, amik halállal vagy átkozott dolgokkal kapcsolatosak. Oké? Okay? Tudjuk ezt persze a 5 Mózes 7 25-től 26-ig írja nekünk Isten igéje. Az ő isteneiknek faragott képeit tűzzel égesd meg, az azokon lévő ezüstöt és aranyat meg ne kívánd, és magadnak el ne vedd, hogy törbe ne essél miatta. Mert utálatosság az az Úr előtt, a te Istened előtt. Utálatosságot pedig ne vigy be a te házadba, hogy átokká ne légy, mint az, hanem megvetvén vesd meg azt, és utálván utáld meg azt, mert átkozott. Hallod, mit mond Isten igéje? Tehát bármilyen olyan bálvány, bármilyen olyan tárgy, aminek kapcsolata van valamilyen szinten, szellemileg, az ellenség a táborához, halott dolgokhoz, átkozott dolgokhoz. Például volt olyan, most megemlítek egy pár dolgot, oké? Okay? Vannak olyanok, mert az ellenség az nagyon furfangos és nagyon ravasz. Oké? Okay? Vannak például olyan boszorkányok, vagy boszorkánysága foglalkozó személyek, akik adnak neked, vagy tedd a kezedre ezt az ékszert, ezt a dolgot, és akkor az meg fog védeni téged szellemektől, vagy dolgoktól, vagy rossz sugárzásoktól, stb. És akkor még lehet venni is ilyen tárgyakat, meg dolgokat. Na ezektől óvakodjál! Ezektől óvakodjál, mert tárgyak tudnak átkokat és szellemeket magukkal hordozni. Ezt nem én mondom, ezt most olvastam fel az Isten igéből, hogy vannak tárgyak, amik tudnak hordozni magukkal elég veszélyes szellemi erőket. Oké? Okay? Tehát a 8-as ajtó az erről szól. Oké? Okay? Látjuk például ezt a Józsué 7:20 és 21-ben is. Oké? Okay? Józsué 7:20 és 21-ben az a történet, amikor tudjátok, hogy Ákán ellopta a Babiloniából bizonyos dolgokat. Oké, okay, olvassuk csak fel ezt a 20-21-et. Ákán pedig felállt Józsuének és mondta, bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Isten ellen, és ezt cselekedtem. Láték ugyanis a zsákmány között egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt, és egy aranyvesszőt, amelynek súlya 50 siklus vala,
és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és ímé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van. És tudjátok, hogy mi történt, oké? Tudjátok, hogy mi történt Ákánnal, emiatt, nem csak, hogy ő lett megkövezve, és megölve, hanem az egész családja meg lett emiatt ölve. Mivel amikor Ákán ezt megtette, hogy a Babilónia amúgy reprezentálja ennek a világnak a szisztémáját, ennek a világnak a szellemét. Oké? Okay? És itt a babiloni köntös és ezek az arany tárgyak jelképezik ugye azokat a tárgyakat, azokat a dolgokat, amiket mi a világnak, vagy az ellenségnek a táborából hozunk be az életünkbe, és ezek átkokat tudnak, veszélyes dolgokat tudnak hozni az életünkbe, és itt látjuk, hogy egész Izrael bajba került. Elvesztettek egy csatát, gondold el, egy egész csatát elvesztettek egy embernek a bűne miatt. Látod? Tehát ugyanígy nagyon fontos, hogy a te családodban is ezt vizsgálj meg, keresztény család vagy, hogy ne legyen semmi az ellenség táborából, mert egy ilyen dolog tudja hozni Istennek az ítéletét, az egész családra tud jönni, amikor valaki behoz az ellenségtől dolgokat. Oké? Okay? Oké. Okay. Menjünk tovább, és nem sokára már kész lesz ez a dolog, hogy megtanuljuk az ajtókat. És ezeket az ajtókat még egyszer azért tanítom, hogy be legyenek zárva, hogy ne legyen semmi az ellenségtől, amivel tud támadni téged, oké? Okay? A kilences, oké? Okay? Az előbb a nyolcas ajtó volt, tehát a kilences ajtó pedig, amivel meg tudja egy személy nyitni az ellenségnek az ajtót, az pedig, figyeljetek, mert ez nagyon fontos lesz, fájdalmak, sérülések, amiket kapott, az a személy, megsértették, és akkor emiatt ugye jött a nem megbocsátás, tehát hogy nem tud megbocsájtani, és a keserűség. Ugye ezek a, amik jönnek, amikor valaki megsértődik, valakit megbántanak. Na nagyon fontos az, hogy amikor megbántanak, amikor sérülést kap a te szellemed, a te szíved, bármilyen körülmény miatt, és legtöbbször az azért van, amikor megsértenek téged, vagy rosszat mondanak rólad valakik, akkor te olyan büszkeségben vagy még mindig, hogy te még élsz, ugye, te még az óembered még nagyon él, büszke vagy, és hogy hát kinek beszélnek, hát nem tudják, hogy én ki vagyok. Amikor te meg vagy halva az Úr Jézus Krisztusban, akkor te alázatos ember vagy, és tudod, hogy te az Úr Jézus nélkül te senki nem vagy, és mindegy, hogy ki mit mond rólad. Például amikor múltkor tanítottam itt ezen a csoporton, és írtak az emberek alá bántó szavakat ellenem, én csak nevettem rajta. Sőt, el is mondtam egy pár keresztény testvérnek, hogy mit mondanak rólam, és soha nem kaptam még ilyen érdekes, jó megjegyzéseket. De én csak nevettem ezen, mert az mindegy, hogy ki mit mond rólad. A lényeg az, hogy mit mond Isten rólad. Okay? Az a legfontosabb dolog, hogy mit mond Isten te rólad. Okay? Tehát nagyon fontos az, hogy amikor vannak fájdalmak, és mondom, legtöbbször azért van az, hogy az ember megsértődik. És a nem megbocsátás az rendkívül veszélyes. Tehát, hogyha van bárki, akinek nem tudsz megbocsátani, akkor minél előbb kérd az Urat, hogy segítsen abban, hogy meg tudjál bocsátani, mert a Biblia azt mondja, mindegy, hogy mi történt, mindegy, hogy ki bántott meg, hogyan, mindegy, oké? Okay? Amikor te nem tehát van nem megbocsátás az életedben, akkor te saját magadat tetted börtönbe, és amikor nem tudsz valakinek megbocsátani, az Isten sem fog tudni neked megbocsátani. Rendkívül veszélyes, oké? Okay? Ezzel kapcsolatos ige pedig a Prédikátorok könyve 10-es fejezetben olvasom erről. Prédikátorok könyve 10-es fejezet. Egy pillanat. Prédikátorok könyve 10-es fejezet, 8-as verse mondja el nekünk, hogy
Ha megharap a kígyó, amíg meg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen. Egy pillanat. Prédikátor a könyvben 10-es. Érdekes, hogy mindig máshol vannak az igék. A magyarban és az angolban néha. Oké, itt az egy 8-as ugyanaz, oké. Ha megharap a kígyó, amíg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen a varázslónak. Oké. Teljesen más, hogy mondja a magyar itt. Oké. Az angolban így mondja, oké? Hogy aki... Ez érdekes most nagyon. Oké. Aki vermet ás másnak, az maga esik bele, és aki áttöri a falakat, azt a kígyó marja meg. Milyen érdekes. Teljesen másképp mondja itt. Ja, itt van, oké, ötös versben van, elnézést. Aki vermet ás, ötös versben van ez. Milyen? Tehát érdekes, hogy pont a nyolcosban is beszél kígyóról itt a magyar, de a magyar itten valamiért az ötös versben említi meg ezt, elnézést, az angol pedig a nyolcas versben említi ugyanezt meg. Oké. Prédikátor a könyve 10-es fejezet 5-ös vers, ezt mondja, aki vermetás, abba beesik, és aki gyepüt elhányja, megmarja azt a kígyó. Oké? Itt a gyepüt elhányja, nem tudom, hogy miért fordított így a Károli, de az eredetiben, az angolban pedig azt jelenti, hogy aki áttöri a falakat. Oké? Azt megmarja a kígyó. Tehát, ami azt jelenti, hogy az ember, amikor szellemi sérülése vagy szívsérülése kerül, mert engedett, hogy a másnak a sértése beengeded azt a sértést. Megengedett, hogy a sátának a csapdájába kerüljél. Ugye mondtam ezt a múltkor is, megemlített még egyszer, mert az ismétlés a tudás anyja, halleluja, hogy a görögben a megsértődés, vagy az offense, tehát a megsértődés, azt úgy hívják, hogy scandalon. Van ezt a can you stop that for a second? A scandalon. Scandalon pedig az a kis mechanizmus, egy csapdán, például van egy egércsapda, azt látod, mindenki látod már egércsapdát. És az egércsapdának van egy kis mechanizmusa, amit hogyha megérint az egér, akkor a csapda bezárja. Na azt hívják scandalonnak. Azt is scandalonnak hívják. Tehát a sértődés az az ördögnek a csapdája. Ne sértődjél meg! Bárki bármit mond ellened, bárki bármit mond, akkor inkább sajnáld meg, hogy még mindig sötétségben van az a személy, és nem muszáj vele persze természetesen foglalkoznod, hogyha az Isten nem vezet téged arra, de viszont ne alagudjál meg senkire, csak lássad azt a személyt, egy olyan, imádkozzál érte. Így betöltöd az igét is, mert a Biblia azt mondja, hogy imádkozzatok azért, akik gyűlölnek titeket. Imádkozzatok az ellenségetekért. Tehetek jót a ti ellenségetekkel. Ami nem egy egyszerű dolog, de hát ugye az Úr megbocsátotta a mi bűneinket is, mi nekünk is meg kell bocsátni azokat, akik ellenünk vétkeznek. Amen. Ó, halleluja. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Oké? Okay? Tehát beszéltünk ezekről az ajtókról ma, az Úrnak a kegyelméből, és megtanultunk rengeteg sok csodálatos kijelentést és igazságot ezzel kapcsolatban. Az Úr Jézus áldjon meg titeket, most már lassan be fogom fejezni ezt az adást az Úr kegyelméből. Ez volt a szellemi harcoknak az ötödik része. Hogyha nem látta az első négy részt, akkor azt meg tudok tekinteni a YouTube channelemen, a YouTube-ba írt be, hogy Pásztor István Siroki, és beírtad a keresőbe, akkor kiadja az én adásaimat a YouTube-on, és kérlek,
segíts nekem azzal, hogy nyomd meg a subscribe button-t, vagy a feljelentkezés gombot a YouTube-on, hogy ezzel is segítsd a szolgálatunkat, és ott meg tudod tekinteni a szellemi harcok első részét, második részét, harmadik részét, negyedik részét, és még ezt az ötödik részt is fel fogom ezután tenni az Úr kegyelméből, és folytatjuk tovább, ha az Úr akarja, a hatodik résszel jövő hét vasárnap, és még egyszer köszönöm a pásztor Kun Imrének, és mindannak a csodálatos szolgálónak, akik ezen az oldalon nagyon csodálatosan, sőt még jobban, sokkal több bölcsességgel, sokkal több jó kijelentéssel szolgálják az Urat, mint én, és én nagyon tisztelem és szeretem mindazokat, akik ezen a csatornán vannak, és amikor van időm rá, természetesen én is belehallgatok azokba a csodálatos tanításokban, és egy megtiszteltetés nekem, hogy ebben a csoportban és magyarul az Úr kegyelme által tudok nektek szolgálni, és imádkozom, hogy ez a mai nap is egy áldás legyen a ti számotokra, és most az Úr kegyelme által szeretnék imádkozni mindazokért, akik nem ismeritek még az Urat még talán, vagy meg kell, hogy szabaduljatok ezektől a dolgoktól, és bele fogunk menni ebbe az imába az Úr kegyelme által most, hogy minden ajtó az ellenségtől be legyen zárva az Úr kegyelméből. Ha szeretnél velem imádkozni, akkor mondjuk ezt az imát el az Úr Jézus kegyelme által, és kövess engem ebben az imában, bele foglak vezetni téged, de kérlek, hogy hajtsd a fejed, alázd meg majd az Úr előtt, mert a Biblia azt mondja, hogy ő az alázatosoknak ad kegyelmet. Oké? Menjünk az Úr elé. És mondjátok ezt utána. Drága mennyi Atyám, a Jézus nevében jövök te hozzád. Uram, kérlek bocsáss meg nekem minden bűnömért. Kérlek bocsáss meg nekem, hogyha bármilyen ajtót is megnyitottam az ellenség előtt. Uram, köszönöm neked, hogy te meghaltál értem a kereszten. Kifizetted értem a váltságot. És hogy megtérhettem te hozzád. Kérlek, bocsáss meg nekem a Jézus hatalmas nevében. S töltsd meg engem a te drága Szent Szellemeddel. S Uram, kérlek a Jézus nevében, zárj be minden ajtót az életemben. Uram, megvallom az engedetlenséget, és megvallom mindazt a dolgot, Uram, amivel én megnyitottam bármilyen ajtót az ellenségnek. A Jézus nevében szabadíts meg engem, Uram, minden gonosztól, és bármilyen sötét szellem, bármilyen démonikus szellem, ami ezek miatt az ajtó megnyitások miatt jöttek az életembe, a Jézus nevében kérlek, szabadíts meg most, Jézus, mert akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. A Jézus nevében. Most én imádkozom, értetek. Úr Jézus, köszönöm neked az én testvéreimet, köszönöm mindazokat, Uram, a Jézus nevében, akik ezt az imát, Uram, elmondták, és a názareti Jézus hatalmas nevében ellene megyek minden sötét szellemnek, minden betegség szellemének, minden egyes olyan sötét démonikus szellemnek, amely megpróbálja megkötözni őket. A Jézus hatalmas nevében megparancsolom neked, hogy távozz az ő életükből, és soha ne gyere vissza, menj vissza oda, abba a pokolban, ahonnan jöttél, a Jézus nevében, és soha többé ne érintsd meg az ő életüket. A názareti Jézus hatalmas nevében szabadulj meg teljesen a Jézus nevében. Szabadulj meg teljesen most a Jézus nevében. Köszönöm neked, Uram, minden egyes szabadulást. Köszönöm, Uram, most neked a Jézus nevében minden egyes ajtónak a bezárását. És köszönöm neked, Uram, hogy te drága Szent Szellemed most betölt minden egyes testvéremet a te drága kegyelmed által, Uram. Töltsd be mindazt a helyet, Uram, az ő szívükben, az ő szellemükben, az ő
életükben, az ő elméjükben, az ő lelkükben, a názareti Jézus nevében. És drága Szent Szellem, kérlek Uram, tisztíts meg az ő életüket a te tüzed által. Égess ki mindent az ő elméjükben, az ő szívükben, az ő érzelmükben, bármilyen dolgot, ami nem az Istentől van. A Jézus nevében, a te megszentelő tüzed által, a te megszentelő véred által, Uram, mosd őket tisztára, a názareti Jézus hatalmas nevében. Amen. És amen. Dicsőség az Úrnak. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Az Úr áldjon meg, és őrizze meg ő. Világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad ő. Fordítsa te rád az ő orcáját, és adjon neked békességet a Jézus nevében. Jévareke kávészverekká, jaráron nájpanáveleká, véunetká, iszáron nájpanáveleká, vél sémleká, shalom, shalom, shalom. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek a Jézus nevében. És ugyanitt vasárnap kanadai idő szerint 12:30, magyarországi idő szerint 6:30-kor ugyanitt az Úr Jézus kegyelme által fogunk találkozni, és még egyszer menj a YouTube csatornámra, Pásztor István Siroki, és nyomd meg a feljelentkezési gombot, és megtalálsz ott más többi tanítást is, és még egyszer az Úr áldjon meg titeket, és köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy szolgáltam a feljétek. Az Úr áldjon meg titeket.